Szigorítás, újabb járványvédelmi intézkedések léphetnek életbe szerdától. Valóság és képzelet határán Székely Anna Mária festményeiből rendeztek kiállítást a Momkultban. A balesetek elkerülése a cél, a pórász használatának fontosságára figyelmeztetik a hegyvidéki kutyatulajdonosokat. A budai híradót látják 19 órakor. Estét kívánok! Újabb korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus járvány megfékezésének érdekében. Ha az országgyűlés is megszavazza az új lépéseket, akkor a középiskolák, az egyetemek és főiskolák ismét online oktatásra térnek át. Este 8 és hajnali 5 óra között kijárási korlátozást vezetnek be. Nem nyithatnak ki az éttermek, mozik és a sportmérkőzéseket is, csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. 5162 fő. Csak az elmúlt 24 órában ennyivel nőtt Magyarországon a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma. Az elmúlt hetekben itthon is egyre több embernél mutatták ki a betegséget, az aktív fertőzöttek száma jelenleg meghaladja a 86 ezret. Ráadásul a kórházi kezelést igénylő koronavírusos betegek aránya is folyamatosan emelkedik. Közülük már több mint 6 ezren vannak kórházban. Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs ülése után hétfőn újabb korlátozó intézkedéseket jelentett be a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. A kormányfő azt mondta, a maszkviselés önmagában már nem elegendő, a megbetegedések számát pedig csökkenteni kell. A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll, ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések. Az orvosaink és az ápolónőink is emberfeletti munkát végeznek, de ők is emberek, és számuk véges. Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ha a parlament kedden megszavazza a kormány számára rendkívüli felhatalmazást és a szigorításokról szóló előterjesztést is támogatja, akkor a kijárási korlátozást kiterjesztik az este 8 óra és hajnali 5 óra közötti időszakra. Az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges, az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. Nem lehet majd rendezvényeket tartani, a szállodák pedig csak üzleti célból érkező vendégeket fogadhatnak. A fitnesstermek, fedett uszodák, múzeumok, színházak, állatkertek szintén nem nyithatnak ki. Az üzleteknek és fodrászatoknak pedig 19 órakor be kell zárniuk. Az intézkedések a felsőoktatásban tanulókat is érintik, nekik online oktatásra kell átállniuk, csak úgy, mint a középiskolásoknak. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe. Bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára nyitva maradnak. A kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat és az óvónőket és a bölcsödei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell. Ezután csak zárt kapus mérkőzéseket lehet tartani, szabadtéren megengedett az egyéni sportolás, de az amatőr csapatsport nem engedélyezett. Újabb áldozatokat követelt a koronavírus járvány, az elmúlt napon meghalt 55, többségében idős krónikus beteg. A járvány hazai halálos áldozatainak száma így már csak nem eléri a 2500-et. Az aktív fertőzöttek száma több mint 86 ezer fő, 24%-uk budapesti. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján ismertette, kettől minden aktív betegellátó intézmény belép a koronavírusos betegek ellátásába, a tervezhető ellátások körét pedig egy időre elhalasztják. A sürgős beavatkozásokra ettől függetlenül sor kerül, vagyis az onkológiai, kardiológiai vagy transzplantációs műtétek nem maradnak el. Továbbra is fokozottan ellenőrzi a rendőrség a járványvédelmi intézkedések betartását. A hétvégén a BRFK a belvárosban tartott éjszakai akciót. Ennek során összesen 9 üzletet zártak be 14 napra a szabálytalanságok miatt. 38-an azért kaptak helyszíni bírságot, mert nem vagy nem szabályosan viseltek maszkot. Emellett 11 szabálysértési eljárást indítottak. A kijárási korlátozás megsértése miatt pedig egy embert jelentettek fel.
A rendőrök ezen kívül elfogtak egy körözött személyt, és egy ittas vezetőt is letartóztattak. Folyamatosan teszteli koronavírusra a kerületben dolgozó egészségügyi dolgozókat és a nevelési intézmények munkatársait a Hegyvidéki Önkormányzat, így a házi orvosokat, asszisztenseket, védőnőket, szakápolókat és az óvónőket is bevonták a tesztelésbe. A járvány kezdete óta egészen október végéig már csaknem 4900 szűrést végeztek el, és az önkormányzat közlése szerint addig folytatják a tesztelést, ameddig azt a járványhelyzet indokolttá teszi. Akár pénzbírságot is kaphatnak azok a kutyatulajdonosok, akik nem tartják be a pórász használatára vonatkozó szabályokat. A tapasztalatok szerint megfelelő körültekintéssel és a szabályok betartásával sok konfliktus helyzetet, illetve balesetet meg lehetne előzni. A hegyvidéki rendészet mindenre szórólapokkal is felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét. Az elmúlt hetekben több kutyatámadás is történt a normafán. Arra kérném, hogy a kutyát azt a kerületi rendelet, illetve a 2012. második szabálysértési törvény 190. paragrafus értelmében mindenképpen pórázon sétáltassa. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm. A hasonló esetek elkerülése érdekében a hegyvidéki rendészet munkatársai arra hívják fel a figyelmet, hogy a jogszabály szerint tilos az erdőkben, természetvédelmi, illetve lakóterületeken póráz nélkül sétáltatni az ebeket, függetlenül attól, mennyire barátságos az állat. Vannak olyan kutyatartók, akik a jó neveltségére hivatkoznak a kutyáknak, azonban egy jól nevelt kutya is kiszámíthatatlanná válhat nagyobb tömegben. Ha a gazda nem képes ezt a kutyát visszahívni, illetve nem tudja olyan szinten kezelni, hogy ez megállítható legyen, akkor az akár veszélyhelyzetet is idézhet elő. És az ilyen esetekben a kutyatartó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kutyája által elkövetett eseményére. Habár a kutyák gazdáinál általában van póráz, sok esetben nem használják. Ez viszont egy előzetes figyelmeztetés után akár helyszíni bírsággal is járhat. Egyelőre minden kutyatartót megpróbálunk figyelmeztetni, illetve felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a szabályokat tartsa be. Erre készítettünk egy szórólapot, amit átadunk neki, ezen el tudja olvasni, illetve meg tudja nézni pontosan azokat a jogszabályi helyeket, amik ezeket a rendelkezéseket tartalmazzák. A büntetést azt későbbi időpontra szeretnénk halasztani, későbbiekben helyszíni bírságot lehet ez ügyben kiszabni, 5-től 50 ezer forintig terjedő bírság lehet ez. A jogszabály fontosságát egy konkrét példával is szeretnék nyomatékosítani a szakemberek, amit igyekeznek mindenkihez eljutatni. Két szórólapot készítettünk, az egyiket ide kifejezetten a normafához, a másikat pedig a lenti területekre. A szórólap hátuljára elhelyeztünk egy lakossági levelet, amit az egyik kisgyermek édesanyja írt, akit egy ilyen kutya támadás ért, és ő nagyon jól leírja ebben a levelében, hogy a kisgyerek méretéhez képest egy kutya akár óriási nagy vadállatnak is tűnhet, egy gyermeket akár az ugráló, vagy őt csak szaglászni, óhajtó kutya is megrettentheti, megijesztheti. Ezért is van a szabálysértési törvényben az, hogy nem lehet kutyát őrizetlenül, illetve póráz nélkül szabad külterületen elengedni. A hegyvidéki rendészek mostantól egyre sűrűbben fogják ellenőrizni a szabályok betartását, legyen szó a póráz használatáról, vagy a kirándulók egyéb szabálysértéseiről, tette hozzá Dávid Gábor. Egyedülálló módon mutatja be festményein az épített környezet szépségeit Székely Anna Mária. A hegyvidéki művész alkotásaiból a MOM Kulturális Központban rendezte kiállítást. Napközben az operaház különleges díszítésének rendbehozatalán dolgozik, éjszaka pedig fest. Székely Anna Mária egyetlen percet sem pazarol el az életéből, így vagy úgy, de szinte mindig a művészettel és mindig épületekkel foglalkozik. A hegyvidéki művész a hazai és a külföldi városokat is egy sajátos perspektívából szemléli, az utcákat járva szinte kizárólag épületekre fókuszál. Az épített környezetünket ábrázoló, nem ritkán illúziószerű alkotásaival most a MOM Kulturális Központban találkozhatnak. Építészet ábrázoláson belül is valamilyen szinten, hogy mondjam, korszerűvé vagy kortársá teszi a munkásságomat a tükröződés. Szinte mindenképpen valamilyen formában a tükröződés is jelen van.
Tehát az adott épület, amit ábrázolni szeretnék, vagy adott épületrészlet, vagy utcarészlet, egy már átalakított, a tükröződés által már egy átalakított kép élményként kerül oda, hogy én ezt feldolgozzam, vagy én ezzel foglalkozom. A kiállításon azokat a munkáit is bemutatja, amelyek a tavaszi karantén időszak alatt készültek. A Home Office sorozat alkotásai többnyire az otthonra, belső terekre koncentrálnak. Az épületábrázolás ebben az esetben másodlagos. A lényeg az, hogy nem a valóságot szeretném utánozni, és ne azt lássa a néző, hogy jaj, hát ez tulajdonképpen egy fotográfus is el tudja érni, hogy egy adott épületet lefotóz, és ez nagyon tetszik, és kirakja az otthonában a néző vagy a műkedvelő, hanem ettől többet szeretnék, hogy nem az utánzás a lényeg, hanem valami mást is észrevegyen rajta a néző. Székely Anna Mária egyébként egy különleges háromdimenziós technikát is kifejlesztett. A hosszadalmas, nagy precizitást igénylő eljárást folyamatosan tökéletesíti a művész. A többi képpel ellentétben ezek az alkotások kevésbé színgazdagok, de egy speciális szemüvegen keresztül nézve különleges térélményt nyújtanak. Ezekkel a munkákkal a mostani kiállításon ugyan nem találkozhatnak, de a többi festmény is nem mindennapi városi sétára invitálja a nézőket. Székely Anna Mária kiállítása november végéig látogatható a MON Kulturális Központban. Egy társasházon belül hova lehet rácsot felszerelni, vagy hol tárolhatók a kerékpárok? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a lakók a katasztrófa védelem által szervezett tájékoztatókon. Idén elsősorban elektronikus úton várják a kérdéseket egészen péntekig. A tapasztalatok szerint sok társasházban nem tartják be a tűzvédelmi előírásokat. Az ellenőrzések 80%-ában találtak valamilyen kisebb-nagyobb szabálytalanságot a szakemberek. Idén is keresik az év fáját. A szavazás egyik fontos célja, hogy rámutasson az őshonos fafajok megóvására. Kecskefűz, fehér nyár, lisztes berkenye. Ez a három őshonos fafaj versenyez a 2021-es évfája címért. Mindhárom az évfája kuratórium által kiválasztott fajnak megvannak a különlegességei, ezért a szavazóknak nehéz dolguk lesz. A kecskefűz például az a faj, amely a húsvéti barkák egy részét adja. Évszázadokon keresztül gyomfának tekintették, fatermetű egyedei pedig ritkaságnak számítanak. Ez továbbá az egyetlen fűzfajunk, amely nem kizárólag a vízpartokon és vizes helyeken él meg, hanem középhegységeinkben is előfordul. Emellett a fehér nyár és a lisztes berkenye is méltó lehet a címre. Azt gondolom, hogy itt a változó klímában itt minden egyes fafajunknak, a hazai erdőknek is kiemelt szerepe van a klímaváltozás ügyelemben, és a fehér nyár itt a tágtörő képessége alapján, illetőleg az, hogy a kiszárított termőhelyeken is gyakorlatilag ott a helyeken megtartható. Ezért itt felkövetkezendő évtizedekben a fehér nyárnak úgy fontosságú szerepe lesz. A harmadik és egyben is utolsó fafajunk, amit közül lehet választani, az pedig a lisztes berkenye. Itt középhegységeinknek a sziklás termőhelyein fordul elő, nagy alakváltozatosságot mutat. A lisztes berkenye ökológiai szerepe is fontos, a virágait ugyanis sok rovar látogatja, és termését a madarak előszeretettel fogyasztják. Az Országos Erdészeti Egyesület 1996 óta választja meg az év fafaját, és 2013 óta már a nagy közönséget is bevonják ennek kiválasztásába a szakemberek. Cél az ismeretterjesztés, és az, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A legtöbb szavazatot nyert fa kiemelt figyelmet kap a következő év során, többek között az erdőpedagógiai környezetnevelési programokban és az egyesület kiadványaiban. Sokan szokták kérdezni, hogy mit tudnak tenni az erdőkért, a fákért leginkább. És ilyenkor azt szoktuk mondani elsőnek, hogy meg kell ismerni az egyes fafajokat, azon keresztül az erdőket. Ezek gyönyörű, a legösszetettebb szárazföldi ökoszisztéma az erdei életközösség. Ezzel a programmal is az a célunk, sok más programunkkal itt az év során, hogy a szemléletet formáljuk, és ezzel
A szavazás már elindult, az erdészek, kirándulók és mindenki, akit érdekel az erdők és a fák világa, a www.azéfaja.hu weboldalon online teheti le voksát kedvenc fafajára november 20-áig. Híradónkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!